2018. december 4-én a fejlesztés és a munkálatok kezdeti stádiumában tették le az alapkövet a Szent Miklós Parkban. Az egykor az Almási Kastély parkjához tartozó történelmi jelentőségű terület 254 millió forintból újult meg. Hétfő késő délután a himnusz hangjait követően Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte. A Szent Miklós Park rehabilitációját az Almási Kastély oldalszárnyának átalakításával együtt valósítják meg. A kiírásra összesen 23 önkormányzat pályázott, melyek közül összesen 5 részesült támogatásban, köztük Gyula is. A hosszú távú gondolkodásban és a megfelelő léptékű, egymásra épülő fejlesztésekben hiszünk. Ennek a gondolkodásmódnak köszönhetően juthattunk el több lépésben a Kossuth tér 2006-os átépítésétől a Csigakert, a Göndöcskert, a Békesugárút, az Almási Kastély és a Kossuth Lajos utca felújításán át az egykori kastélypark másik részéig a millennium évében 1896-ban telepített Szent Miklós Parkig, amely összekapcsolja a korábbi években már megújított történelmi belvárost a közelmúltban felújított Almási Kastély parkjával. Kovács József országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontosnak tartja a Gyulai Vár és környéke rehabilitációját, beleértve a Szigeterőd programot is. Tudom, hogy miniszterhelyettes úrnak és a minisztériumnak, a kormánynak az asztalán van az az álom, amelyet szeretnénk folytatni, szeretnénk befejezni. Itt a Szigeterőd programra gondolok, amivel a korhű, az akkori történelem korhű átalakítását, korhű visszaállítását meg tudnánk valósítani, mert hitem és reményem szerint ez egy olyan szép környezet és olyan történelmi és nagy hagyományokat magában rejtő környezet, amely valaha nagyon remélem, hogy jó eséllyel fog a világörökség pályázatain sikeresen szerepelni. Gyula! Az egész nemzet számára fontos hely. Az eseményen részt vett Orbán Balázs miniszterhelyettes. A miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki hangsúlyozta, Gyula hivatása a turisztika, a fürdő, a pihenés. Hozzátette, újabb és újabb lehetőségeket nyújtanak a családoknak, az egyházaknak, a gazdasági, kulturális és sportélet szereplőinek, a köznevelésben dolgozó közösségeknek, a szociális szférában dolgozóknak, városokban, falvakban élőknek egyaránt. Az emberek és a családok, közösségek és a települések pedig a reményeink szerint élnek ezekkel a lehetőségekkel, éppen úgy, ahogy az Gyula város és a mögötte lévő közösség teszi. Ez a mai találkozásunk is azt bizonyítja, hogy mindez így történik, a gyulaiak élnek a lehetőséggel. Pályáznak, építenek, a város jól látható módon előre halad. Egyszerre vannak tekintettel ezek a fejlesztések és beruházások a múltra, jelenre, jövőre, épített örökségünkre, és arra, hogy olyan dolgokat hozzanak létre, amelyek sokat hozzá tudnak tenni a város mindennapi élet, mindennapjaihoz is. Az esemény végén Kovács József, Orbán Balázs és Görgényi Ernő szalagátvágással láthatták a felújított Szent Miklós Parkot. Ezt követően pedig a Royal Dixieland Band koncertje szórakoztatta a megjelenteket. A smiley, a smiley, a smiley, a smiley.